az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Egyre nagyobb figyelmet kapnak napjainkban az űrtechnológiai fejlesztések. Nagy hatalmak és big tech cégek küzdenek azért, hogy megszerezzék a vezetést az űrversenyben. Az egyelőre a szárazföldön zajló küzdelem egy esetleges űrháborúba torkolhat, vagy már meg is kezdődött ez az ütközet? Ez itt a kérdés. Kezdődik! Érkezik hozzánk Kis László. A csillagás szerint a világűr több értelemben a 21. század új vagy nyugata. Az űrfegyverkezési verseny kockázatot jelent a földkörüli pályák fenntartható használatára. Ezt már Bartóki Gönci balázs, az NKL világűr társadalomtudománykutató műhelyének vezetője vallja. Velünk lesz Duha Lilla, az NKE Amerika Kutatóintézetétől, aki szerint napjaink űrdominanciáját folytatott versengésének eredménye alapjaiban meghatározza majd az űr nagyhatalmak mozgásterét a következő évtizedekben. És csatlakozik hozzánk Horváth Attila a lezredes. A Honvédség műhold operációs képességek osztályvezetője úgy véli a világűr nem egy távoli óceán, hanem a partvidék, ahol élünk. estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm a stúdiónk vendégeit is. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Egy olyan témáról beszélünk, ami a 80-as években, 80-as évek végén ugye a, 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 csillagháborús tervek idején hihetetlenül foglalkoztatta az embereket, és most is egy olyan időszakban vagyunk, amikor miközben egy... Egy háború zajlik Európában, mindeközben egyre inkább nagy szerepet játszik a hatalmak, a nagyhatalmak, sőt most már a nagyvállalatok gondolkodásában is a világűr. Lilla, és ez mindenkihez szól ez a kérdés. Kinek a játszótere most a föld körüli űr? Alapvetően több nagyhatalomról, illetve több magánszereplőről is beszélünk. Ez eltérés ahhoz képest, ami a hidegháborús helyzetben volt, hiszen ekkor csak két nagyhatalom, a Szovjetunió, illetve az amerikai Egyesült Államok rúghatott labdába az űrben. Ehhez képest most változás állt be, és több hozzájáruló hatalom, így például Kína, India is beszállt, illetve több amerikai nagyvállalat is kijutott már az űrbe, akár turizmus, akár pedig konstellációk terén. László? Hát jól lehet látni azt, hogy nagyon átalakult a, a fölállás. Ugye miként Lilla is említette, hogy a hidegháború volt a két nagy, és akkor egymásnak feszültek, mint a birkózók, a, a Mia Francon, ott, birkóznak egymással. Ehhez képest most vannak a nagy szereplők, ahol én nem is vagyok benne biztos, hogy Amerika és Oroszország a két legnagyobb, hanem inkább már Kína és az Egyesült Államok, és akkor a másod vonalban ott van ugye Oroszország, Európai űrügynökségen keresztül Európa, mint Európa, bárkit hívjunk föl, ha Európával akarunk beszélgetni, ez egy kérdés, ugye India, Japán, Izrael, még az Egyesült Arab emirátusoknak is vannak űraktivitási marsszondája akármi, tehát föl, föl, nem mondanám azt, hogy higult, hanem nagyon megváltozott a játszótér, és igen, megjelent a magángazdaság és a magángazdagság, gazdag emberek hóbortja lett, és ennek, én ennek az utóbbinak köszönhetően azt mondanám, hogy van egy olyan érzés az emberek, hogy ilyen egyfajta új vadnyugat lett odafönt fölöttünk, és a játszótér jogi keretei még nagyon nincsenek, még hogy drága szülők, ne engedjétek a gyerekeket mászkálni a homokozó jobb felső sarkába, ez még nincs leírva. Attila? Én ehhez csak, csak csatlakozni tudok, teljes mértékben egyetértek ezzel, viszont azért arra felhívnám a figyelmet, hogy uh, mosódnak össze a dolgok. Tehát Oroszország az ENSZ-ben több alkalommal is hangsúlyozta, hogy ő nem különbözteti meg az állami és a magán űrtevékenységet abban az esetben, hogyha az uh, állami vagy katonai érdeket támogat. És uh, szerintem a már említett jogi tisztázatlanságok miatt ebből még nagyon sok vitával szembe kell néznünk. Valás? A jogi homokozó vagy homokozó jogszabályok nélkül felmerült. Azt fontos tudni, hogy a hidegháborúnak az első szakaszában öt nemzetközi egyezményt fogadtak el, ami kereteket állapít meg. Ezek már akkor is hagytak kivetni valót maguk után, mert például nem került meg a megfogalmazás, hogy mi is az a világűr, azaz hol kezdődik, hol ér véget az állami szuverenitás, hol kezdődik a mindenki területe katonai kérdésekben is számos kiskaput hagyott, és már ott tart a technológiai fejlődés, meg a magánpiaci tőke megjelenése, amire említést tettél, hogyha a számokat nézzük, azt látjuk, hogy még a NASA 23,7 milliárd dollár, az Európai Ürügynökségnek meg ilyen tizenvalhány milliárd dollár a kiadása, a magánpiaci tőke megduplázta az európai összkiadást két év alatt gyakorlatilag és ez olyan kérdéseket fed fel, hogyha már nem az államok végzik a tevékenységet, mert az állam, amikor ő végez egy tevékenységet, magát szabályozza, kevésbé fontos a jog szerepe, maximum nemzetközi területen, de hogyha magánpiaci szereplők vannak, akkor hátrébb kell lépni az államnak egyel, és a jogeszközén keresztül igazíthatja őket, de ez most számos szempontból hiányos, mert sok kihívás van a biztonság, a megsokszorozódó műholdak száma miatti forgalomszabályozás hiánya, az, hogy elkezdtük használni a, ezt a közeli űrterületet, ezt a kémballonok, szuborbitális repülések, és ezekre nincsenek meg kielégítő szabályok, úgyhogy ez probléma. Vadnyugat, űrvadnyugat, ez egy nagyon izgalmas kifejezés, mert ugye mi volt a vadnyugaton a jog a, annak idején? Hát a hat lövetű, a forgótáros volt. meg az erő. Tulajdonképpen most ugyanúgy értelmezhető az űrbeli versengés, mint a vadnyugati versengés volt annak idején. Aki erősebb, az, hát hogy is mondjam, mint a kutya esetében, azt csinálja a, a nagyobb dolgokat, annak jut a nagyobb szelep? meg a nagyobb szelet. Hát nem tudom, a úr, Alezedes úr, azt meg látsz? szerintem a, lesz erre egy jó meglátása. Az látszik, hogy ha bár a világűrben a nemzetközi jog nem engedi, nem engedi meg a terület foglalását, Mégis zajlik területfoglalás. Tehát ahova, amíg uh, a SpaceX azt a több ezer műholdját pályára állította, az a pályamagasság, ott az ő együttműködése nélkül más érdemi munkát nem végezhet. Én akkor most balázsba néznék, mert ő a jogász, hogy hogy lehet kimondani, hogy uh, akkor a SpaceX most magáévá tette azt a területet, vagy nem. De az biztos, hogy uh, ő nélkülük ott nem lehet dolgozni valamilyen szinten az az övé. Égi testek felszínén, hogyha beindul egy űrbányászat, ez több ország jogrendszere szerint egy legális dolog. Egy kis bolygónak hány százalékát kell elbányásznom, hogy azt mondhassam, hogy az enyém? Vagy valamikor az az enyémé válik, hogyha elbányászom? Vagy elbányászom az egészet, és akkor ott marad, megszűnik az a test, ami már nem kering a világűrben, hiszen elbányásztam, de mégis ott marad jogilag? Valamikor ott volt. Ezek a kérdések nagyon tisztázatlanok, és igen, tényleg oda jut a dolog, hogy aki előbb elkezdi, annak ott utána valamilyen módon érdekérvényesítő lehetősége lesz. Ezt le kell majd utána szabályozni, vagy ideális esetben előtte szabályozni, hogy hogyan. Ez egy nagyon fontos kérdés, Balázs. Hát a, van egy szabály, a 67-es világűr szerződés, amely egy alapokmány gyakorlatilag a Nemzetközi Közjogi Szövegnek, ami azt mondja ki, hogy nem lehet kisajátítani semmilyen égítestet ideértve a Holdat sem a Földön kívül, és ennyi. És aztán 78-ban megszövegeztek egy Hold megállapodást, tehát 11 évvel rá, amit viszont már egyetlen űrhatalom sem ratifikált, az vállalt magára kötelezővé, mert az viszont már ki is mondta, hogy a Hold méhének kincseit sem lehet tulajdon tárgyává tenni. A világűr szerződés meg ennél sokkal általánosabb, és az amerikaiak most azt mondják, hogy ők úgy értelmezik, hogy ez alapján lehet tulajdon szerezni, az oroszok és a kínaiak azt mondják, hogy nem lehet, az amerikai elindítottak egy megállapodás tervezetet, amit partnerekkel iratnak alá, ez az Artemis megállapodás, amiben igazából hitet tesznek amellett, hogy belefér a nemzetközi keretei közé, hogy ők ott, ott Gyarmatosítás? Létezik az gyarmatosítás? Hát most az ő olvasatukban vehetjük úgy is, hogy a nyílt tengeren is lehet halászni, attól még nem lesz enyém a nyílt tenger de az már sokkal érdekesebb, hogy az Artemis megállapodásban van egy olyan rész, ami azt mondja, hogy biztonsági vezeteket lehet majd kialakítani az érdekzónák mellett, ahol ők bányásznak, és ez már felveti azt a kérdést, hogy ez nem lesz a területi kisajátítás. Ők azt mondják, hogy ezzel csak biztosítják azt, hogy ne legyenek konfliktusok, mondjuk ütközések, és az Alezredes úrnak a felvetésére ez is egy nagyon jó példa, hogy Nemzetközi jogban nem kisajátítás, hogyha a körül pályákat használunk műholdak esetében. A geostacionárius pályát régen használjuk, a nemzetközi űrállomásnak is van egy védősávja például. Ezt nem tekintjük kisajátításnak. De amikor Elon Musknak az évtized végéig 11 ezer műholdra van engedélye, ha jól tudom, és ezt egy amerikai hatóság dönti el, és aztán majd ő lekoordinálja a Genfben, akkor de facto mégiscsak úgy használnak pályákat, hogy ott másnak már nem lesz lehetősége. Ezek felvetnek már olyan kérdéseket, amikre jelenleg még nincsen megnyugtató válasz. Ezekből lehet konfliktus? A helyzet érdekessége, hogy itt nem csak arról beszélünk, hogy ki volt az első, ugyanis aki a legtöbb eszközt telepíti az űrbe, az a leginkább kitette is válik a támadásoknak, illetve az űrszeméttel való kollizsönnek, tehát összeütközésnek. És bár vannak ezek a védőhálók, minden egyes égítest körül, amelyek keringenek, annak érdekében, hogy egy esetleges ütközést elkerüljenek, ez ugye azt is jelenti, hogy egyre több szabályra van szüksége ahhoz, hogy ezek működni tudjanak. Azonban jelenleg nem állunk ott, hogy bárki is szabályozni tudja azt, hogy melyik égítest pontosan hol tud keringeni, és ha elfogynak a helyek ezeken a stratégiai pályákon, ilyenek például a language pontok, amelyek pontosan ugyanott maradnak folyamatosan a föld keringésével együtt mozogva, tehát Stratégiailag ugyanazt a területet tudják megfigyelni hosszú időn keresztül, akkor sajnos felmerül a kérdés, hogy hogy lehet új helyet csinálni. Ugye ezek vagy kivonásra kerülnek élettartamuk végén, mint műszerek, vagy pedig fent maradnak, mint űrszemetek, további problémákat okozva. Úgyhogy, annak ellenére, hogy vagy nyugaton le lehetett lőni az ellenfelet, itt egy kicsit komplikáltabb a kérdés, amiből akár konfliktus is kialakulhat. Hát de miért ne lehetne lelőni? Hát a, konfliktusnál még egy kicsit mondanod. hát már csak az is magába egy konfliktus, hogy a nagyobb vackok, mint nemzetközi űrállomás, vagy majd a kínaiaknak, ha egyszer már elévül a mostani szépen fölhúzott mennyei templomuk, akkor annak a megsemmisítése az egy irányított visszaküldés a földi légkörbe, és mondjuk egy nemzetközi űrállomás, pont ugye, hogy a Mír annak ideje 20 évvel ezelőtt, ugye túléli a földi légkörön való leártítást. Tehát ezeket tipikusan a csendes óceán fölött szokták bele sűjjeszteni a földi légkörön, akkor ott, ott, az óceán maximum néhány bálna vagy cápa vagy valami lény ott a vízbe megnézi, na, becsapódott valami az űrből. De ez nem föltétlen adott, adott esetben egy konfliktus-szerű helyzetben, és nyugodtan lehet az űrbéli bombázásként is értelmezni, hogyha egy nagyobb űrállomás mondjuk lakott területen ér Földet, Ez nem kívánatos, természetesen, de a potenciális jövőképek között még ez is ott van, hogy igen, még akár a Földre visszaküldés sem föltétlen lesz, teljesen barátságos. Úgyhogy a, a konfliktusnak a, a, az esélye akkor csökkenthető, hogyha nem is tudom, talán a fogoly dilemma alkalmazható leg, legjobban erre az egész szituáció, hogy ha mindenki együttműködik, akkor nem lesz gond. Különben mindenki rosszabbul jár valójában. Mi az akadály az, az hogy mindenki együttműködjön? Mi az akadálya annak? Nemzeti érdek, büszkeség, politikai érdek, büszkeség, szándékok. Itt annyira megjelennek a, a, a nemzeti érdekek. Tehát ha itt a, 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 a nemzeti érdeket nem fölétlen csak pozitív értelemben. Tehát a, a szándékok adott esetben, mert egyszerűen nem értenek egyet bizonyos országok és, vezet, és vagy vezetői azzal az irányjal, amelyet kívánatosnak látnak. Földi konfliktusok? Megjelennek az űrben is. Például a mostani konfliktus. Megjelennek a földi konfliktusok az űrben, megjelennek uh, ténylegesen, és megjelennek a, az információs térben áttételesen is. Uh, nemzetközi űrállomás, beszéltünk róla. Amikor az orosz-ukrán uh, konfliktus elkezdődött, néhány nappal vagy héttel később a Roscosmos kiadott egy grafikát, ami azt látszik, hogy a nemzetközi űrállomás ketté válik, az orosz modul eltávolodik az amerikaitól, és az amerikai modul irányíthatatlanul elkezd bezuhanni a, a légkörbe. Szintén példa, megjelent a nem. De nem kö... történt meg. Nem történt meg. Ez csak egy grafika volt. Ö, megjelent a nemzetközi sajtóban egy hír, hogy a rossz a műhold irányító rendszereit meghackelték. A rossz természetesen ezt azonnal cáfolta, majd közölte, hogy de ha ez megtörtént volna, az háborús ok lehetne. Természetesen ehhez kell azonosítani azt, hogy ki volt a támadó. Ez a kibervilágban nagyon nehéz. És ha már kibervilág, ez szintén egy jól ismert, jól kommunikált esemény volt. A háború első napjaiban a, egy nagy nemzetközi távközlési szolgáltató műholdas távközlési rendszerét az oroszok kiiktatták. Ennek nem volt köze a világűrhöz abban az értelemben, hogy a műholddal nem csináltak semmit. Ez egy közönséges kibertámadás volt egy távközlési rendszer ellen, de mégis előrevetíti azt, hogy az űrrendszerek sem sebezhetetlenek, az űrendszerek is érintettek lehetnek egy földi konfliktusban. Na most ez azért érdekes, mert itt nagy nagyhatalmakról van szó, tehát László már említetted ugye Kínát, mint egy lehetséges kihívóját az Egyesült Államoknak, beszéltünk Japánról, beszélhetünk az Európai Unió ürügynökségéről, de hát van két olyan játékos, akik egyik ürügynökséghez sem csatlakoznak, viszont irdatlan mennyiségű pénzzel rendelkeznek. Elon Musk, Jeff Bezos, és ben ott vannak és kifejezetten gazdasági céllal vannak ott ebben a pillanatban. Ugye Jeff Bezos volt az, aki felvetette az űrbányászatnak a lehetőségét. Hát ő is felvetette, de azért a Elon musk is, ugye ő neki már a SpaceX-et 2001 2 környékén alapította meg, ez egy 20 éves cég, és hullámzó volt a, a cégnek a sikeressége, és azért azt lehet látni, hogy rekonstruálva a dolgokat, hogy a legnagyobb megrendelője az amerikai állam, a NASA szerződések tartották életbe a SpaceX-et nagyon sokáig, nagyon sokszor, most 20 év után lehet azt mondani, hogy talán saját lábra tudná, de azért most is azért alapvetően NASA-beszállító a SpaceX, tehát az állam az, az az még mindig ott van. Tehát a, a valódi űrhasznosítás az nem az űrturizmus lesz. Tehát az, az a gazdagoknak a ját, a multimilliárdosoknak a, a játékszere lesz. A valódi űrbéli gazdaság, űrbéli hasznosításnak a pontos mikéntje és hogyanja még nem látszik. Mindenképp valami űrbéli a, a nyersanyagok hasznosítása lesz, ha az lesz valaha is és akkor ott már nagyon sok kérdés föl fog merülni, de ott, ott még jelenleg szerintem nem tartunk, hogy ez valódi opció. Ugye most még így játszadozunk, hogy fölviszünk színészeket, meg híres embereket, 100 kilométer fölé, nem tudom mi. Ez, 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 még nem igazi gazdaság. Ez hát a gazdagok annak a... is pattant a hát, ugye, 30 km fölött. Hát, bocsánat, nem akarom most rabolni az időt, de hát ugye itthon is vannak olyan youtuberek, akik 25 km-re főküdtek kamerát okostelefonnal, saját fotójukkal, és akkor megmutatták, hogy megugrották az űrt. Hát nem, de fekete volt az ég, az ténykérdés, és nagyon sikeres kis kísérletük volt. Tehát ezt, ezt mind meg lehet csinálni, de azért a komoly dolog az, amikor valódi gazdasági hasznosítás van az űrből, űrbéli nyerseknál, az ott még egyáltalán leginkább a föld megfigyelésen keresztül történik. Mi az az űrbéli ö, nyersanyag? És itt most nekem a hold teszem be, ugye a hélium-3 izotóp, ami a, a globális felmelegedésnek az egyik ö, ö, megoldása lehetne, a, ugye, mert hogy ez, ez lenne az üzemanyaga gyakorlatilag, a, a, a fúziós, fúziós, fúziós erőműveknek. De hát most úgy tűnik, hogy ott viszont Kína lépett egy nagyot előre mindenki előtt. Hát a kínaiak persze, fölhúztak egy nemzetközi űrállomást, 2.0-át, vagy kínai megállapodás, kínai verzióját, egy Hubble űrtávcsőnek megfelelő kínai űr, teleszkópot, a Chinese Space Station teleszkópot jövőre fogják fölvinni, és igen, már ugye az oroszokkal van a Memorandum of Understanding, tehát megállapodási, szer, vagy meg, 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 a megállapodási szándéknyilatkozat egy közös holdbázis építésére, tehát ők mennek előre, nem nagyon izgatja őket, hogy mit csinál a nyugati világ, Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz az a nyerség, amit tudnak hasznosítani tényleg, szerintem még azt nem tudjuk. Én ezt gondolom. Kína. Lilla, ez egy most is, tehát ebben a félproxi háborúban is egy nagyon fontos szereplővé lépett elő Kína. Mennyire lehet Kína egy olyan űrhatalom, amelyik mondjuk, ha az irányítást nem is, de legalább a, ha az irányítást nem is tudja teljes egészében megszerezni, de legalább a, a, hogy is mondjam, a, az űrjog kodifikációjának egy előrelépését hozhatja. Van rá esély? Mert hogy Kínától egy picit mindenki fél. Kínát inkább egy nehezebben értelmezhető szereplőként lehet tartani. Az mit jelent, hogy nehezen értelmezhető szereplő? Ugyanis jelenleg Kína állítja, hogy ők nem kívánnak Amerikával versenybe szállni, ők a saját nagyhatalmuk visszaállítására törekednek, és nem fenyegetni kívánják az Amerikai Egyesült Államokat, ezzel is elkerülve annak látszatát, hogy a tüködézt csapdájába. Tehát egy feltörekvő nagyhatalom fenyegesse egy már jelenlegi unipoláris világrend vezetőjét, enne, ebbe a képbe essenek, viszont az látszik, hogy a modernizációjuk jóval meghaladja azt a lépést, vagy azt a, azt a sebességet, amit más államok tartani tudnak. Ennek ugye egyik kérdése, hogy most a szankcióknak köszönhetően Oroszország már a versenyképességét elveszítette, mint felbocsátó hatalom, sokkal kevesebb állam fog megbízni innentől abban, hogy orosz rakétával bocsássanak fel és állítsanak pályára műholdakat. Kína még mindig rendelkezik ezzel a képességgel, és elképzelhető, hogy erre ez előnyt fog számára jelenteni. Szankciók. Mennyire fogják meg Oroszországot? Ebben Ez már kiderül hosszú távon. Ugye már 2014-ben a Krím annexiója annekció, után szankciókat vetettek ki, ami érintette az úri, ö, orosz űripart, hiszen minden, ami űripari, ugye az oroszok nagyban függenek az importtól, tehát a, a finom technológiától van. Nehéziparúk emberük, sok minden van, de, de nagyon sok finom mechanika az hiányzik, és az űripar meg ezt éhezi gyakorlatilag, és ezt importálták és már 2014-ben szankciós listára került rengeteg eszköz, ami kettős felhasználásúak, tehát amit lehet egy meteorológiai műholdba is tenni, de rakétába is elfér, és innentől kezdve ez már problémát jelentett nekik. A, a mostani a háború ezen még szigorított természetesen, és azért nem szabad elfelejteni, hogy még például Ukrajnának is komoly űripara volt egyébként. Ukrajna komoly beszállítója volt az európai uh, űriparnak is, például a Vega egy meghajtóját építették, ez szovjet örökség, ami ott maradt Ukrajnába ez is borzasztóan, uh, hát, hogy mondjam, leépült, elpusztult, ezekre a pontos adatok még uh, nincsenek megbízhatóak, tehát a kérdés az az, hogy az oroszok ki tudják-e váltani a, a, azokat az importtermékeket, amit eddig a nyugatról szereztek, például Kínától, Kína ezért mit fog cserébe kérni, az oroszok... Uh, költségvetés a beslések szerint tíz, a háborút megelőzően 10 évbe volt annyi, mint a Názának egy évbe. Mindennek ellenére, hogyha egy, egy ilyen matrixba húzzuk meg, hogy az űrhatalmakat hova lehet pozícionálni, képesség és autonómia terén, akkor az oroszok mi mindig ott vannak, ahol az amerikaiak, kínaiak mára, nem mindenben természetesen, mert polgári projektekre kevesebbet költenek, tehát ott meghúzzák, de ami katonailag kell az oroszoknak, azon nem fognak spórolni, az ott mindent megtesznek, hogy ott fent tudják tartani magukat, és feltétlenül ezért nem szálltak ki a Nemzetközi űrállomás projektből sem, mert amióta nincs szem 2001-ben volt annak a, a, a landolása, az oroszoknak nincs hova kimenni az űrbe, és ez egy presztis kérdés. Tehát amíg a kínaiak megcsinálták, már a harmadik űrállomásuk van fent az űrben, a kínaiak az egyetlen hatalom, akinek önálló űrállomása van. Az amerikaiaknak van egy ilyen közös épülete az oroszokkal, majd megépítik a CISZ-hold körüli pályára a holdkapú űrállomást. Az oroszoknak meg maximum terveik vannak, és nem egyértelmű, hogy, hogy nem veszítenek presztist, is, hogyha most kiszállnak, ezért mondták, hogy majd 28 környékén. Ez nagyon fontos. Belállhatnak az oroszok ebben a témában a földbe? És ezt azért kérdezem, mert ugye Lila azt mondta, hogy Kína bejelentette, hogy nem akar versenyt az Egyesült Államokkal, de ugyanakkor mondjuk a globális konfliktusokban az Egyesült Államok, például Tajvan és az, amerikai alelnöknek a tajvani látogatása és ehhez kapcsolódó flotta tüntetés, az azért azt jelzi, hogy lehet, hogy a kínaiak nem akarnak konfliktus, de az Egyesült Államok készül a konfliktusra Kínával. Ezáltal gyakorlatilag betolja az oroszok mellé Kínát. Az oroszok nagyon, ahogy Balázs is mondta, nagyon rá vannak utalva a partnereikre. Rá voltak utalva Ukrajnára is, tehát Ukrajna az orosz űriparnak is nagyon komoly beszállítója volt. Egy nagyon kereskedelmiért nagyon sikeres rakéta a zenit első fokozatát az ukránok gyártották. Most már nem gyártják ezt tovább. Az oroszok Kínával is megpróbáltak partnerséget keresni, amikor tervezték ezt a legújabb kínai űrállomást, akkor felmerült, hogy azt olyan pályára állítsák, amit az orosz kozmodromokból is el lehet érni. Ennek fizikai határai vannak, hogy egy adott indító helyről hova lehet eljutni a világűrbe. A kínaiak nagyon hosszú ideig tárgyaltak, aztán nem olyan pályára indítottak. Ahol, uh, ahol az oroszok közvetlen, ugyanolyan közvetlen partnerük tudnának lenni, mint ahogy mondjuk most a nemzetközi ürölomás. A nemzetközi ürölomás azért van azon a pályán, amin van, hogy Oroszországból el lehessen érni. Eredeti tervei, amikor még csak amerikai terv volt, akkor nem odaszóltak. Úgyhogy uh, ezek a partnerkeresések és partner elszigetelések ezek, uh, ezek zajlanak a nemzetközi együttműködések uh, során. Az, hogy uh, az Egyesült Államok és Kína között egy uh, tényleges kinetikus konfliktus kialakul-e, akár Tajvan miatt, akár más miatt, ez nem az én tisztem megmondani, én mérnök vagyok. Uh, de az biztos, hogy uh, az érdekszférák bővítése uh, terén egy idő után ütközni fognak. Hogy ezt hogyan fogják megoldani ezt az ütközést? Tárgyalásokkal, partnerséggel, a hibrid konfliktus valamilyen eszközeinek használatával, vagy egy kinetikus konfliktussal, ez nagyon a jövő zenéje, és ez jelenleg megjósolhatatlan, hogy mi lesz. Az biztos, hogy uh, itt a Földön egy idő után mindenképpen találkozunk valaki mással, hogyha bővítjük az Érdekat. Na most ez azért érdekes, amit mondtál, mert hogy, hogy azáltal, hogy, hogy az oroszok nem érik el a kínai űrállomást, lehet, hogy ez bizonyos szempontból a kínaiak részéről egy olyan ötlet volt, hogy, hogy behúzzák a saját rendszerükbe az oroszokat, hogy majd mi segítünk, hogy olyan eszközöket gyártsatok, amivel viszont hozzánk is eljuttak. Ezt megmondták a kínaiak, hogy ők hamarosan készen fognak állni nemzetközi személyzet fogadására? Ugye? Tehát akkor mégiscsak itt van. Mi történik, hogyha az űrben kialakul egy háborús konfliktus, Aci? Hát mit tudom én, az biztos, hogy látszik... lehet... De Milyen lehet egy háborús konfliktus az űrben? Mi még a régebb télét rége tudjuk, ugye? Egy, egy dolgot vegyünk észre, ugye Ez, ez a szó elhangzott, hogy kinetikus konfliktus, ami mindenféle dolgot elképzett az ember, ez a két szó egymás mellett, étele után, de... amit becsapódás a... a... van benne. De, de amit, 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 amit mindig úgy azt látom, hogy érdemes elmagyarázni, vagy előtérbe hozni, az az, hogy Miért is van olyan, fönt olyan, olyan különleges körülmény? Nem csak azért, mert nincs levegő, és, és nagyon hideg van, és kidobsz, és 15 másodperc múlva meghalok. Ez egy gyors halál hanem azért is, mert a föld körüli keringésnek a sebessége, az első kozmikus sebesség, az ugye 8 km per szekundum, 36 a beszorozva a 800, az nagyobb 24 ezer km per óra. Tehát az föld körül keringő vackok, azok százszor nagyobb sebességgel mozognak, mint a Forma 1-es autó, amikor gyorsít éppen az egyenes szakaszon. Százszor. Ami azt jelenti, hogy a mozgási energia az 10 szer nagyobb ugyanannak az egy kiló vasnak. Az üt ha ütközik. Tehát magyarul azokon a nagy sebességeken, hogy egyáltalán már csak, hogy két eszköz megközelítse egymást, cippi így összemenjenek, és akkor találkozunk, ahhoz olyan szintű együttműködés és bizalom szükséges, ami óhatatlanul előhozza a nemzetközi együttműködés, és ezért lehet látni, hogy egymásra vannak utalva a mind máig, mert az űr az veszélyes, mert az űr az nem, nem rutin. Bármennyire is azt mondja bárki, és oh, már rutinszerűen fölküldünk embert, eszközt, üzemanyagot, bármit, ez nem igaz. A Soyuz rakéta, ami ugye a legsikeresebb, a legjobb, többet használt rakéta, annak ilyen statisztika van, hogy 2000 felbocsátásból mindösszesen csak öt volt kudarcos, és akkor ezzel milyen jó? Na most, ha a polgári repülésnél 2000 fölszállásnál 2000 fölszállásból öt, lezuhanna, akkor nem lenne polgári régi közlekedés, mert az annyira nagy kockázat, tehát mind a még a legjobb is annyira kockázatos, hogy ez nem rutin. Tehát óhatatlanul veszély van és együttműködési készség. Ha konfliktus alakul ki, ezek közül valamelyik elkezd uralkodóvá válni, ott már csak egyszerű ütközés, frontális ütközés, mint ami sajnálatosan most volt, ugye hátulról be, becsapódás az m es autópályán, ugye a hétvégén a porviharban, nagyságrendekkel nagyobb energiák szabadulnak föl, azonnal pusztít minden, tehát, tehát nem kell még csak fegyver sem, egy rossz pályára, vagy egy ellenséges szándékú pályára állított kalapács, nagyobbat üt, mint egy rakéta, pusztán csak a mozgás energiának köszönhetően. Tehát igazából a konfliktusok az űrben azt gondolom, hogy nagyon másképp történnének, vagy másképpen fognak lezajlani, ha lesznek, ne legyenek, mert az időskálák annyira gyorsan le fog zajlódni minden, ha ha, valódi űrcsata, úgymond két űrállomás, valamit csinál, az nem fog hetekig eltartani, hogy hónapokig most a Bakhmuti beállását az orosz-ukrán fronton, vagy ukrán orosz fronton, hát hanem az egy nagyon más kép, és nem tudjuk, és itt, itt már a science fiction teletére kell óhatatlanul kirándulnunk, és hát valójában nem tudjuk, hogy hogy fog kinézni Van valamiféle szabályozás egyébként az űrkonfliktus kezelésére? Annyi hogy a szabály, hogy hát csak békészére lehet használni. Jogos, De ez, jogos ez gyakorlatilag. De viszont ebből kiindulva én nem tartom valószínűleg azt, hogy nagyon a kinetikus fegyverek felé tolnák el a, a konfliktust, mert az nekik sem jó. Az Egyesült Államok 85. szeptember 10-én tesztelte először ezt a műhold megsemmisít, megsemmisítő rakétáját, aztán tesztelték a kínaiak 2007-ben, erre hivatkozatot jutották ki őket, a hogy felsengedték a nemzetközi űrállomásra, tesztelték az indiaiak, oroszok, és ennyi, négyen. Viszont ez a kínai 2007-es rakétateszt után 3000 darab maradt a saját műholdjukból, az orosz 2021-es teszt után még mindig fent van annak a törmelékfelhőnek egy jó nagy része, ami ott kering. Ezért azt mondják egyesek, hogy sokkal valószínűbb az, hogy kiber és egyéb olyan támadásokkal fogják megbénítani a másiknak a szemét és a fülét, ami a hadseregnek a szeme és a füle lehet, de ezt Attila még jobban tudja, amivel nem veszélyeztetik a saját tevékenységüket. Tehát mondjuk Na, de hát ezzel kell, ezzel kell... Ezzel kinyitják a kinetikus konfliktus lehetőségét, hogyha megvakul a műhold. Hát benne van, igen benne van, de kisebb esélye, mint hogyha direktbe szétrobbantják a hóbele van. Vannak elkapú tehát... elkapó műholdak, amik megfogják és elrántják a másik műholdját, és berántják az atmoszférába például, megsemmisíti, de nem lövi szét az űrben. Egy, az az egyik fajta műhold elhárító fegyvercsalád, amiről, amiről László beszélt, az elhajított kalapács. A legegyszerűbb fegyver. Nem, ezek, ezek, végtelenül bonyolult a, fegyverek, azért azt, azt hozzá kell Valahogy föl tenni. kell juttatni a kalapácsot, ez kell juttatni, meg kell célozni, el kell találni. Az indiaiak az Operation Shakti után kiadtak egy nagyon jó gyerekkönyvet. Ö, igen, ez egy gyerekkönyv, amiben két általános iskolás kisgyerek oda megy a fizika tanárhoz, hogy tanár bácsi, hallottuk a tévében, hogy volt ez a ö, műhold lelövés, mesélj nekünk róla és elmennek, megebédelnek, és égi mechanikából mesél a fizika tanár a gyerekeknek. Borzasztó jó könyv egyébként. Viszont ez egy stratégiai kommunikációs eszköz, mert részletesen leírja azt a fegyverrendszert, amivel ezt a lelövést végrehajtották, műszakilag rettentően bonyolult. Mit jelent az, hogy műveleti területi alakítják az űrt, mint ahogy például a NATO jelentette? Alapvetően ez két részre osztható. Az egyik, hogy mire számíthatunk -e ebben a műveleti térben. Ugye ez a NATO-nak egy ilyen politikai deklarációja, hogy amennyiben támadás éri az egyik NATO tagállamnak tag államnak valamelyik űreszközét, akkor össze lehet hívni az Észak-Atlanti Tanácsot, és akár dönthetnek úgy is, hogy közös NATO fellépés lesz. Azonban Van erre eszköze a NATO-nak az űrben? A NATO-nak magának űreszközei nincsenek, egy koordinációs szerepet lát el, és deklarálta is, hogy egyébként nem áll szándékában üreszközöket telepíteni, mindössze a tagállamokért felelős, azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg, mivel az Egyesült Államok is NATO tag, így az összes keringésben lévő uh, űreszköz 66%-ával rendelkezik úgymond a NATO. Tehát ez egy jelentős szám, ami egyrészt kitett az űridőjárástól való sérüléseknek, különböző mechanikai behatásoknak, viszont kitett annak is, hogy valaki akár csak egy ilyen támadást, egy ilyen kötelékben repülést, vagy hasonló fenyegetést végezzen. Azonban számomra nem is ez kifejezetten az érdekes, mert ha valakinek egy kalapácsa van, akkor a szobában minden szögnek tűnik. Viszont, hogyha egy kicsit távolabb lépünk, és nem csak egy kalapácsunk van, hanem sokkal nagyobb a toolboxunk, és olyan támadásokat is lehet inicializálni, amik mondjuk nem könnyen azonosíthatóak, ilyen például a spoofing, a meekening, amiknél a jeladás a jeladást, vagyis az eszközből továbbított adatokat vagy zavarják, vagy pedig elfogják, és egy hamis üzenetet generálnak, ami utána pedig tovább megy az irányító központokba, a földi központokba. Ezeknél ugye nehéz megállapítani, hogy a műszer hibásodott meg, vagy pedig tényleges behatásról, szándékos ártalomról van szó, így nagyon-nagyon nehéz erre választodni. Ez egy ijesztő, mert gyakorlatilag a művelet területi területén nyilvánítást tehát tényleg a, a, a nemzetközi műállom, vagy űrállomásról leszakadt űrszemét is jelenthet adott esetben, egy, egy NATO tag műholdra veszélyt, de azért van még egy kérdés, azok a magánvállalkozók, Elon Musk, aki mennyiségű műholdat tart fönn az űrben, az NATO tag vagy nem? Balázs. Hát, amerikai állampolgár. Hivatalosan ez egy magánpiac, cég, aki saját felelősségére cselekszik, és ezzel a több tízzer műholdal globális internet lefedettséget akar biztosítani. Hát háborúban is Hogy a világ minden elt. állampolgárához eljusson. Ugye használták ezt a, hogy használják gyakorlatilag, ugye amit említett Attila is, hogy megbénítottak egy uh, műoldas rendszert, amivel az ukránok az internethez hozzáfértek két órával az invázió megkezdése előtt, 24-én februárban. Uh, ezt váltotta ki részben ez a, ez a Starlink műhold család. Azért uh, úgy gondolom, hogy a szoros összefonódás lehetővé teszi, hogy, uh, hogy uh, akár más célokra is használhassa, hogy a NATO is uh, kötelékébe vonhassa ezeket a műholdakat majd a későbbiekben. Hát a már, bocsánat, hát ő neki is van egy szövetségi engedély ezekre a műholdak felbocsátására, nem? Tehát ezáltal kap egy valami állami pecsétet. Az, az engedélyt, az polgári engedélyt kap a Federal Communications Commission-től, ez a, az a amerikaiaknál az az NMHH, vagy arról lefordítva, Igen. aki azért felel, hogy nemzeti szinten kiossza ezeket az engedélyeket, és egyébként világszinten pedig Genfben a Nemzetközi Távközési Egyesületben ezeket lekoordináltatják és, és onnan megvan az engedélye, kap még egy engedélyt a felbocsátáshoz, ami a légügyi hatóságtól kapja, és talán van még egy környezetvédelmi engedélye is, hogyha majd visszatér, de már bizonytalan vagyok. a szóval polgári engedélye van, de nem kétlem, hogy stratégiailag ezek annyira fontos rendszerek, hogy itt a, a katonai szempontokat is figyelembe veszik adott esetben. Megint a jognak egy olyan területére lépünk, minden a jogról szól igazából, mert az ö, szabályozza a társadalmi kapcsolatokat. Az, az, ami ebben az ügyben azért meglehetősen ö, hiányos. Van igen, igen, sokkal küzdik. Ugyanis ö, beszéljünk most akkor csak a Sztáblinkről, de nem az az egyetlen műholdas tárközlési rendszer, ami jelen van Ukrajnában, azt azért hangsúlyozni kell. De beszéljünk csak róluk. Ö, az egy dolog, hogy milyen papírmunkát kellett nekik véghez vinni ahhoz, hogy eljussanak a világűrbe utána ők kereskedelmi szerződéseket kötnek ezen szolgáltatásoknak az értékesítésére. Magyar Honvédség is használ kereskedelmi szolgáltatásokat. Minden más NATO tagország is használ kereskedelmi szolgáltatásokat, még azok is, akiknek van saját állami vagy katonai űrinfrastruktúrájuk. A regisztráló államra, aki felelősséget vállalt azért, hogy azok az űveszközök a világűrbe kerülnek, és ott, mint űveszközök rendben lesznek, Visszahat vajon ez, hogy kereskedelmileg azt az űreszközt hogyan hasznosítják? Az oroszok szerint visszahat. Ez az, amit mondtak az ENSZ-ben, hogy a kvázi, megpróbálom lefordítani, de, de igyekszek szó szerint, a kvázi civil infrastruktúra használata megalapozza a katonai megtorlás lehetőséget. Ja, az oroszok filozófiájában az fontos tudni, hogy amikor le tárgyalás alatt volt egyáltalán a világűr szerződés, akkor ők azt mondták, hogy magánpiaci cég nem végezhet a jövőben sem űrtevékenységet. az amerikaiak már akkor azt mondták, hogy de azért hagyjuk meg ennek a lehetőségét, tehát ezt nagyon nem kell magyarázni, ez az ő filozófiájuk. Majd az lett a kompromisszum, hogy a hatodik cikk úgy szól, hogy az államok korlátlan nemzetközi felelősséggel viseltetnek minden nemzeti űrtevékenységet, azaz végezhetnek magánpiaci cégek tevékenységet, de bármi történik, az állam felelértük, és a másik állam nem az adott piaci céget fogja felelőssé tenni, hanem kifejezetten az államot, akinek ezért egyébként nemzeti szinten szabályozni kell ezt a tevékenységet, engedélyezni kell, folyamatosan felügyelni ezt a tevékenységet, és a nap végén, ha bármi konfliktust okoznak, neki kell elszámolni. De ez jogleg lehetővé teszi azt is, hogy ö, saját befolyása alá vonja azokat az eszközöket, amelyeket ő engedélyeztetett. 50 Mert most gondolj bele abba, hogy fent van 11 ezer műhold egy magánpiaci cégnél. Elon Musk twitter egyet, és be tudja a felét dönteni a cégének, most most túlzok egy kicsit, de bármi történik. Istenem, csőd, Csődbe csőd megy egy cég, és ott vannak ezek a műholdak. Ez nem olyan, hogy akkor leállítják a fuvarszállító autókat az út szélére és akkor azt a céget majd szanálják, hanem ezek ott keringenek. Tehát itt, itt kell, hogy a honvédelem adott esetben, vagy egy erre szakosított szerv közbelépjen, átfegye a céget. Ez nemzetbiztonság. Tehát ezeknél a műholdrendszereknek az engedélyezése az nem egy, nem egy most nem tudom, bármilyen szabályozott tevékenységet említhetnék, mert itt tudnunk kell nemzetbiztonsági szempontból, hogy jelentek kockázatot az adott cég a mi országunkra. Ezeket ellenőriznünk kell. Hát egyes... is meg kell, egy, ne csak szeretném ezt a gondolatot továbbvinni. Továbbá is meg kell különböztetnünk azt, hogy az a 11 ezer darab műhold, majd ha kiépül a teljes rendszer, mint űreszköz, ami ott zuhan szabad van a föld körül, és mint egy távközlési szolgáltatási infrastruktúra. Ezt a kettőt továbbra is el kell különíteni. Mert uh, az egy egészen más jogi rezsim, hogy uh, Elon Musk uh, cége nyújthat-e mondjuk Észak-Koreának távközlési szolgáltatást. Nem, nem nyújthat, mert Észak-Korea uh, embargózva van. Uh, ez egészen más jogi rezsim szabályozza ezt, mint azt, hogy Elon Musk cégének hogyan kell azokat a műholdakat úgy üzemeltetnie, hogy azok ne csapják hogyan a gézai piramist. Pontosan ezt akartam mondani, hogy hát ezek mindegyike mennyi, azok egy ilyen test és ilyen mázsás műholdak a Starlink. 300 kiló, igaz? A, a, mostani a kicsi. A, a következő az nagyobb. A a nagyobb. Kicsi. Az nagyobb. Tehát, azok, azok, a kicsi. tehát, 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 30 ezer vagy 26 ezer km per óra sebességgel röpködő, ha, három mázsás vannak odakint. Hát persze, hogy azt, azt, ha kell az államnak, át kell venni. Hát képzeljük el a világba itt, egy ilyen lenne. Egyébként a Starlinknek a szolgáltatása Magyarországon is egyébként megvásárolható, elérhető. Vannak területek, én voltam az ország olyan területen, ahol semmilyen földi telekommunikációs cég nem volt képes széles sávú internetet szolgáltatni, ki a Starlink az űrből. És nem is kell nagyon messze menni Budapesti 150 km-re délfelé. Szóval vannak ilyen fehér foltok, ahol a Starlink már itthon is effektíve szolgáltat. És igen, akkor már, már van a, a telekommunikációs tele tele hálózat, vannak a három mázsás, vagy még nagyobb mázsás ágyúgolyók, hogy azért ne legyen állami felelős, vagy kezességvállalás, hogy ez nem fog gondot okozni, az elképzelhetetlen. Tehát nyilvánvalóan ott az, 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 annak meg kell lenni a hátterének, hogy hat igen, hónap után előti az, autó, elüti az önvezető autója Elon Muskot, akkor is az a cég menjen tovább. Na most még egy dolog, ami megint csak az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos, vagy háborúval kapcsolatos, hogy pont a Starlink, ugye a drónok irányíthatóságának, a, a, vagy a drónháború korlátozása miatt a Starlink szolgáltatásokat korlátozta Ukrajna felett. Ezzel gyakorlatilag kvázi hadviselőfélé vált, vagy rosszul gondolom én ezt? Lilla. Alapvetően ő a szolgáltatást adja el, és nem az eszközt, és nem annak egy bizonyos keringését. Szóval ilyen szempontból ő továbbra is az ukrán civileket támogatja azzal, hogy hozzáférhetnek a nethez, ami nyilvánvalóan most azt is jelenti, hogy ugye a háborúnak az ukrán támogatását biztosítja, de nem mint hadviselőfél. Balázs, jogilag? Ugye Hát ugye ez első proxy háborúnak, bár itt az Elon Musk ő, ő, ő még közvetettebben is egy magánpiaci szereplő, aki igazából egy szolgáltatást nyújt, széles internetet. Ugye a, ha jól tudom, a legmodernebb iPhone-okban már benne van az a vevő egység, hogy igazából a telefon már nem kell egyéb eszköz, hanem a telefonról egyből tudunk, hogyha van előfizetésünk a Starlinkre. Ukrajnában azért ez úgy néz ki, hogy nagy kamionokkal visznek azt méretű földi vevőegységeket, én úgy tudom, hogy azért a, a védelmi szempontok szélra is használják, tehát a katonaság is használja, meg lerakják a falvakban ezeket a vevőegységeket, és akkor az ott az emberek körbe gyűlik gyakorlatilag, és mint egy hotspot használják. Ugye ez nem támadó eszköz, az, hogyha olyan célra használják, akkor ugyanúgy felmerül, mint az összes egyéb államnál, aki nem katonákat küld, hanem mondjuk fegyvert küld. Ugye ez a NATO szerint nem minősül, még hadviselő fél státusznak, az oroszok nyilván erről mást gondolnak, de nem tesznek úgy, hiszen akkor az egy háborút jelentene. Ez ott az, az a proxy háborúnak a, a tökéletes megvalósulása. Az oroszok háború kiban megnyithatja az első, vagy megnyitotta már az első nyílt konfliktusnak a lehetőségét? László szerinted? Ó, hát mit tudom én, hát persze, valahol igen, hiszen, tehát űrbéli konfliktusok, főleg ez a, a, a kibervonalon már régóta vannak, ezt, ezt lehet sejteni is, meg tudni is. Ez felerősíti, azt. az a baj, hogy ha ha egyszer elszabadul a ló, és, és, a, és az inger küszöbünk folyamatosan tolódik fölfelé és fölfelé, akkor egyre több dolog, amiről korábban azt gondoltuk, hogy elképzelhetetlen, megtörténik, vagy megtörténhet. És, és én ebben látom ennek a jelenlegi háborús helyzetnek a veszélyt, most már több mint egy éve megy. És, és tényleg mennek fölfelé az inger küszöbök, és én attól tartok egyszerű hétköznapi állampolgárként, hogy, 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 az eszkaláció nehogy véletlen az exponenciális görbére kerüljön, csúszson, akármi gorjon valami miatt, mert akkor lehet egy totális konfliktus, aminek része az űrbéli konfliktus is. Abban nem nagyon hiszek, hogy csak kizárólag egy űr űrrel lokalizált konfliktust váltanak ki adott esetben a földi dolgok eldurvulása. A földi dolgok eldurvulása alapvetően a földön durvítanák el a dolgot, aminek a oldalvizén az űrben is eldurvulnának a dolgok, de Úristen, mentsen meg minket ettől. Én nekem ez a véleményem. Attila, szerinted? És ezt azért is kérdezem, mert Három évvel ezelőtt a Lászlóval beszéltünk még az, az M1 csatornán arról, hogy, hogy ugye amikor kitört a háború, akkor arról volt szó, hogy az oroszok nem hozzák le az amerikai asztronautákat a, a nemzetközi ür, űrállomásról. Most de ez képest ez természetesen nem történt meg, de de továbbra is ott van ö, a, a konfliktus kiterjedésének a lehetősége, ahogy László is mondja, az űrre. Mert hogy, hogy a... a bocsánat, a, az a fajta... Ö, hogy is mondjam, tehát faktor, ami az elején bejött az emberekben, az most már most már elhalványulni látszik, tehát minden napunk része lett a háború. A konfliktus zajlik, maradjunk, ha már ilyen sokat beszélgettünk a Starlinkről, a, Starlink a SpaceX-ről ebben a műsorban, akkor maradjunk náluk, mert ők nagyon nyíltan kommunikálnak, tehát ők egy jó példa. Ö Elon Musk többször mondta azt, hogy a műholdjait kiber- és elektromágneses, tehát rádiózavarás támadások érték. Ők ezzel ellen védekeznek. Ebben megvannak a technikai módszereik. Ez egy konfliktus. Van lehetőség arra, hogy a földi állomás rendszerek ellen támadásokat intézzenek. Nagyon sok műszaki lehetőség van erre. Amennyiben uh, egy ilyen támadást uh, intéznének egy uh, űrrendszer földi, eszköz, földi elemei ellen, akkor uh, egyrészt az, mondhatnánk, hogy akkor ez egy űrháború, egy új fázisa a konfliktusnak. Műszakilag nézve viszont pontosan ugyanolyan infrastruktúra elleni támadás, mint, mint bármely más, mint egy hídnak a felrobbantása. Tehát uh, itt megint... Uh, én nem olyan oldalról közelíteném ezt meg, hogy ö, űrháború vagy nem űrháború. Azt se tudjuk definiálni, hogy hol van a világűr. Én ezt az emberi ö, viszonyrendszerek alapján közelíteném meg, hogy mikor ö, dönt valamelyik hadviselőfél úgy, és nem csak ebben a mostani háborúban, úgy általánosságban, mikor dönt valamelyik hadviselőfél úgy, hogy ezt a kritikus infrastruktúrát konkrétan megkívánja támadni nem csak úgy nagy általánosságban, hogy vannak neki kiber szakértői, akik találnak sebezhetőségeket, és akkor az egészen véletlenül belekerül a szórásba, vagy akár szándékosan belekerül a szórásba egy, egy is, hanem amikor konkrétan valaki katonai előnyt azáltal akar elérni, hogy konkrétan egy űrrendszert támad meg, akár a világűrben, akár a kibertérben, akár a, itt a földfelszínen. Itt Ukrajnában egyelőre azt látjuk, hogy mindenki, Mind a két hadviselőfél, és mindegyiknek a támogatói nagyon figyelnek erre a térbe. Ez kétségtelen. Mindenki igyekszik az előnyeit kihasználni, mindenki igyekszik támogatni ezáltal a felszíni műveleteket. A lényeg még mindig itt a felszínen, és most az alacsony légkörnye hozzáértem, még mindig itt zajlik. A világűr, az űrtevékenységek ezt támogatják. A mi civilizációnk az egy földi civilizáció földi civilizáció, és akkor az utolsó három percben beszélgessünk arra minden a véleményére kíváncsi vagyok. Ugye eddig arról volt szó, hogy a 90-es években kialakult unipoláris világrend, gyakorlatilag most az orosz háború kapcsán kezd valamiféle multipoláris irányba mozdulni. Legalábbis nagyon sokan így értékelik. A világ űrben kezdetektől kezdve, amióta az ember ott van, multipoláris volt ez a világrend vagy duális addig, amíg csak ketten voltak. Most viszont úgy tűnik, hogy valamiféle unipolaritás felé mozdulnának el, tehát valaki meg akarja szerezni az egésznek a felügyeletét. Lehet erről szó szerinted, László? Szerintem nem. Én ettől mondjuk így az hogy optimistább, vagy nem tudom, milyen, milyen jelzőt kéne alkalmazni, hogy itt bárki úgymond dominanciát kíván az űrben szerezni, hogyha erről szólt a kérdés, én, én, nem látom egyik szereplőt sem oly mértékben fejlettebbnek a többitől, hogy erre képes lenne teljes és, és, és kizárólagos És mértékben. a segédcsapatok, a magánvállalatok? Hát azokat is az állam fizeti a nap végén. Tehát azért az űrben, ha megnézzük, hogy honnan jön a pénz, még mindig az állami a, legnagyobb a legnagyobb forrás, hiszen még nincs valódi hasznosítás. Az, hogy az állam fizet egy cégnek a szolgáltatásért, az nem az nem hasznosítás. A hasznosítás, ha kimenjünk a nyersanyagért, és visszahozunk egy terméket, amit el tudunk adni, és az lesz majd valódi hasznosítás, ott, meg pedig, ott pedig még nem tartunk. Úgyhogy szerintem itt egy, 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 egy folytatódni fog az a fajta egymásnak feszülés és birkózás, ami az elmúlt évtizedekben történt. Ez az én véleményem. Lilla? Alapvetően az igaz, hogy bele van írva az Egyesült Államok űrstratégiájába a dominancia, mint elsődleges cél, azonban kérdés, hogy ezt a dominanciát milyen síkon értelmezzük számokban, tehát hány űreszközt tud telepíteni, vagy esetleg valami másban, és ezt is kiemeli a stratégia, hogy unfettered access, vagyis egy olyan korlátozás nélküli hozzáférés az a világűrhöz, ami azt sugalja, hogy igazából a dominanciája az abban nyilvánul meg, hogy van autonóm kilövési rendszere, van lehetősége egy rakétát feljuttatni és felbocsátani a világűrbe, ami jelenleg egyébként még nagyon kevés nemzetnek ad adott meg. Tehát egyfajta infrastruktúrális dominancia. Gyakorlatilag igen. Jogilag? Hát jogilag majd az lesz, amit az államok eldöntenek, tehát én nem jogilag közelíteném meg. Szerintem egyébként lesznek olyan pontok, amiben egyet fognak érteni, nagyobb az érdek abban, hogy hogy egyetértsenek, mint abba, hogy ne. Ilyen például szerintem az űrforgalom menedzsment, mert hogy előbb-utóbb saját műholdjaikat is veszélyeztetik, és valahogy meg kell állapodjanak, hogy az üzlet az menjen, meg a képességek fenti. Hát gyakorlatilag igen, csak ott nincs lassítási lehetőség. Vagy akkor ugye visszajönnek a föld légkörébe, van, csak akkor visszajönnek a föld légkörébe. Tehát szerintem utána jöhet majd az erőforrások, abba is lesz megállapodás, mert az üzlet azért azt kívánja, én szerintem. Az, hogy üzlet az megy, az, tehát Elon Musk kozmonautát vitt föl pár hónappal ezelőtt az Egyesült Államokból, tehát azért a háttérben azért még mindig van ilyen fajta kommunikáció. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy rendben hogy a kínaiak, amerikaiak, Egyesült Arab Emirátusok, India, ezek megállapodnak majd, de mi lesz a fejlődő országokkal? Teszem fel, a kérdést Magyarországgal, vagy azokkal a még nálunk sokkal nagyobb regionális hatalmakkal, akik egyébként oda fognak érni csak 15 év múlva, hogyan biztosítsuk azt, hogy a világűrbe lefektetett alapelv, mely szerint a világűr mindenki és az emberiség közös örökségeként minden ország javára kell ezeket a tevékenységet végezni, hogy ezek a nagyok a legszebb gyümölcsöket leszakítják, és mire mi odaérnénk, igazából akkor már kevés lehetőség marad. Ilyen volt ez a probléma a geostacionárius pálya felhasználása kapcsán, ott 65-ben volt műhold, végül felosztották, és minden ország kapott pályahelyet. Tehát egy ilyen méltányossági rendszer is bekerült, ezt is figyelme kell, nem csak a nagyokra kell gondolni, néha magunkra is gondoljunk, hogy jó, hát hogyan te, biztosítsuk a saját érdekeinket ebbe ebben a... Bár volt most van, van. négy Astronauta jelölt, és ugye igen. a maszat, meg a Puli, azok meg meg föl vannak. Hát a Massat, meg még egyebek is igen, vannak igen. Ott. Fél igen. perc, Attila. Tanuljunk a történelemből. Vannak jó példák, azt van a Rescue Agreement, tehát az sok mentéséről szóló megállapodás, amikor a nagyhatalmak megállapodtak, hogy nekik együtt kell dolgozni a konfliktusok megelőzése érdekében. Vannak rossz példák, Balázs által említett geostatisztus párja, bogotai megállapodás, amikor valaki államok az önérdeküket akarták hangsúlyozni, együttműködés helyett az meg nem sikerült. Úgyhogy tanuljunk a történelemből, együttműködéssel fogjuk tudni ezt a kritikus infrastruktúrát megtartani az emberiségnek. Tanuljunk a történelemből, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük köszönjük szépen. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclickhu n és a Youtube-on is. Hová vezet a nyugat drogliberalizációs folyamata? Az Ez itt a kérdés következő adásában erre keressük, majd a választ tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!